Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Főtisztelendő érsekatya, püspökatyák, főtisztelendő paptestvérek, diákónusok, Krisztusban szeretett testvéreim! A mai Szent Mise evangéliumában maga Jézus olvassa fel Izaiás próféta könyvének egyik legszebb messiási részletét. Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Háromszor hangzott el ma a bazilikában ez a szakasz. Először Izaiás prófétára vonatkozott, majd az evangéliumban Jézus saját magára alkalmazta. Mi pedig, bár alázattal, de a Mester bátorítására mégis önmagunkra gondolunk, mint akikre ő kiárasztotta szent lelkét. Amikor a II. Vatikáni zsinat azt tanítja, hogy az eukarisztia csúcs és forrás, akkor kiemelten érvényes ez a Szent Háromnap liturgiájára. A Krisztus misztériumot ezekben a napokban, a teljes mélységében, mint egy összesűrítve éljük meg, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, üdvözítő halálára és feltámadására emlékezünk. Tudjuk, hogy sokkal többről van persze szó itt, mint emlékezésről, mint visszagondolásról. A szentségek ugyanis olyan jelek, amelyek meg is valósítják azt, amit jeleznek. Emlékezésünk tehát az első húsvét aktualizálása, jelenvalóvá tétele. A zsinat úgy fogalmaz, méltán foghatjuk föl a liturgiát, úgy, mint Jézus Krisztus papi hivatalának gyakorlását, melyben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelődését és Jézus Krisztus misztikus teste, vagyis a fő és a tagok együtt teljes értékű, nyilvános istentiszteletet mutatnak be. Ma a világ minden székesegyházában a püspökök papjaikkal együtt, a papi ígéretek megújításával ismételten elkötelezik magukat a Krisztus és egymás iránti szeretetben, és abban a szolgálatban, amelyet Kiki a papszentelése alkalmával megkezdett, és azóta is boldogan folytat. Ezt a mostani szentmisét krizma szentelési misének hívjuk. Már a név is jelzi annak fontosságát, amelyet egyházunk az olajok szentelésének tulajdonít. A kereszteltek olaja és a betegek olaja megerősít, a krizma pedig a bérmálás által különleges módon a Szentlélek kegyelmi működésébe kapcsol. Aki ott működik, minden megbérmált hívőben. Ezért tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget ennek a szentségnek, amelyet vagy maga a püspök, vagy az ő külön megbízottja szolgáltat ki. Bennünket papokat pedig a papi ordó vétele során krizmával kentek fel, ennek köszönhetjük felkentségünket, felszenteltségünket. A krizma annak a léleknek a jele, aki ott nyugszik rajtunk is, mert az Úr fölkent bennünket, és elküldött, hogy hirdessük az evangéliumot.
Ezek voltak Jézus utolsó szavai apostolaihoz, mielőtt fölment a mennybe. Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Szent Pál pedig megkérdezi, ki alkalmas erre? Majd meg is válaszolja a kérdést, nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Kedves paptestvérek, ne essünk hát mi sem a csüggedtség kísértésébe, hogy azt gondoljuk, egyedül vagyunk, amikor a ránk váró hatalmas feladatokra tekintünk, hogy népünket visszavezessük a hitre. Ha csak a saját erőnkre akarnánk hagyatkozni, és elveszítenénk annak tudatát, hogy az Úr a lélekkel kent föl bennünket, akkor érthető lenne, hogy a pesszimizmus vagy a reménytelenség érzése olykor erőt vesz rajtunk. Ne feledjük azonban, hogy amikor az első tanítványok elindultak, hogy meghirdessék az Isten országát, az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Ez történik ma is. Nyissuk fel szemünket, és lássuk meg azokat a csodákat, amelyek körülvesznek bennünket. Sok ilyen csoda van. Gondoljunk jó munkatársainkra, akik hűségesen kitartanak és segítenek bennünket. Gondoljunk intézményeinkre, amelyekben sikerül elhinteni a fiatalok lelkében az evangélium magját, amelyik majd az Úristen gondoskodik róla, hogy a maga idejében kicsirázzon, szárba szökkenjen, és egyszer majd bőséges termést is hozzon. Higgyük, hogy a lélek bennünk működik, és velünk van mindennapi munkánkban. Ne tévesszük össze, testvéreim, az evangéliumért végzett szolgálatunk hatékonyságát és a mérhető eredményeket, amelyekből talán nem sokat tapasztalunk. Attól azonban, hogy nem tudjuk lemérni, szolgálatunk még lehet hatékony. A pozitív tudományok dogmája szerint csak az a valóságos, ami mérhető. Ezzel mi nem azonosulhatunk, mert a Szentlélek működésére nem alkalmazhatóak a fizika törvényei. Felszentelt papok vagyunk, és felszenteltségünket a lélekben kaptuk, aki képes újra és újra megújítani ifjúságunkat, mint a sasokét, ahogy a Zsoltár mondja. Mi felkent karizmatikusok vagyunk, akik a krizma révén lettünk karizmatikusok. Bennünk felszenteltségünk révén különlegesen működik a lélek. Ez a nagy kegyelem azonban ne tegyen önhitté bennünket, hiszen nem saját érdemünkből vagyunk alkalmasak, hanem egyedül Isten kegyelméből. Tisztítsuk hát ki magunkban a kegyelem csatornáit, hogy az bőven áradhasson egyházmegyénkre.
Olvassuk el újra Jeremiás próféta vallomását a 20. fejezetben, amikor elkeseredettségében arra panaszkodik, hogy rászette őt az Úr. Ám amikor kísértésébe belesüppedve arra gondol, hogy nem beszél többé az Úr nevében, akkor hirtelen azt érzi, mintha tűz gyúlt volna szívében, és átjárja minden csontját. Engedjük, hogy ez a tűz fellobbanjon a mi szívünkben is, hogy felforrósítsa szeretetünket. Szent Pál azt tanítja nekünk, akikben nem lakik Krisztus lelke, azok nem övéi. Ennek megfelelően azonban, akikben Krisztus lelke lakik, azok viszont övéi. Kedves paptestvérek, bennünk Krisztus lelke lakik. Papnak lenni azt jelenti, hogy egészen sajátos módon hozzátartozunk. Az ő meghitt, bizalmas barátai vagyunk, és napról napra növekedni akarunk ebben a barátságban. Hogyan lehetséges ez? Ha gondolkodásmódunk, ha érzéseink és értékelésünk egyre inkább hasonlít Jézus gondolkodásához, érzéseihez és értékeléséhez. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt, írta Szent Pál apostol a Filippieknek. Mindnyájan tudjuk, milyen úton juthatunk el oda, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, mint Jézusban. Hűség a zsolozsmában, a szentségimádásban és a Mária tiszteletben. Máriától tanulhatjuk meg leginkább Jézus lelkületét. Eszembe jut egy ének, amelyet gyakran hallani ifjúsági találkozókon. Az Istennek szentelt élet évében Loyolai Szent Ignácnak ezzel a megzenésített önfelajánlásával fejezzük be elmélkedésünket. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyd meg ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Amen.